A Csongrád megyei kormányhivatalhoz lehetett benyújtani a pályázatokat, mintegy 30-an jelezték is, hogy szeretnének élni a lehetőséggel. Közülük 9-en kaptak most fejlesztési támogatást, melynek feltétele volt a munkahely megtartáson kívül az új munkahelyek teremtése is. Arra vállaltak kötelezettséget, hogy ebből a támogatási forrásból megvalósuló beruházásuk, fejlesztésük eredményeképpen plusz 75 főt fognak foglalkoztatni. Azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy 2 éves foglalkoztatási kötelezettség, tehát ezek a vállalkozások a most felvett embereket és a meglévő állományokat 2 évig foglalkoztatni fogják. A nyertes pályázók tevékenységi köre igen széles. Virágkertészet, zöldséggyümölcsszárító üzem és fémipari vállalkozás is található közöttük. A szegedi PC Trade Systems szoftverfejlesztési projektet indít. 20 új kollégát fogunk fölvenni, ebben az egyébként elég nehéz szakmában, hiszen biztos mindenki olvassa a híreket a szoftverfejlesztők iránt, elég nagy a kereslet, és nem is lesz valószínűleg olyan könnyű megvalósítanunk ezt a projektet, tehát a munka dandárja, az örömteli pillanatok után majd még most következik. Mi abból a 20 főből egyébként 15 körüli létszámban a szoftverfejlesztőket, illetve az őket idézőesen kiszolgáló adminisztratív személyzetet, értékesítőket, ügyfélmenedzsereket fogunk fölvenni. A most nem nyertes pályázók legközelebb 1 év múlva jelentkezhetnek a következő hasonló kiírásra, de addig is számukra is nyitva állnak más jellegű uniós foglalkoztatási támogatások a kormányhivataloknál.